Nagyon komoly, gyakran már az észszerűség határán túli előírásokkal csökkentik a termelékenységét az európai gazdaságoknak, az európai farmereknek, az európai gazdáknak. Ukrajnában ilyen szabályok nincsenek. Most bejön az olcsó ukrán termék, a nyugat-európai vevő, a élelmiszeripari vevő, az megveszi az olcsó ukrán terméket és azt dolgozza föl, és abból ő is egy olcsó élelmiszert állít elő, neki is nagyobb profitja van. És a magyarét nem veszik meg. És bemarad a raktárakban. Tele vagyunk most is. És nagy óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy hogyan tudnánk a következő évi betakarításig ezeket a készleteket valahol elhelyezni, úgy, hogy a gazdáink nem menjenek tönkre, hanem a következő évi gazdálkodáshoz szükséges bevételük meglegyen. Most ez a probléma a lényege. És Brüsszel süket erre a dologra, tehát ő háborús lázban ég, egy háborús spirálban van, ő azt látja, hogy segítsük az ukrán gazdákat rajta, ezen keresztül segítsük Ukrajnát is, de ezzel tönkretesszük saját magunkat.